Na szavaztok, bemutatom nektek az Erzsébet teret. Itt isznak lent a gazdagabbak. Lett szép vízesés ott a távolban, vagyis ilyen szökőkútszerűség. Itt vannak lent a pénzesebb korosztály, vagyis társadalmi réteg, akik 800 forintért isznak inkább sört, de széken ülnek. Az igazi pánkok pedig szokás szerint a fűben. A gyerekek, új infó, amennyire hallom. Itt van egy bicikli, és nem lehet behozni biciklit, vagy mi? Nem lehet már itt megállni biciklivel? Nem, ez zavarta. Annyi ember van itt éppen, hogy nagyon sok ember. Hát ja. Hát de régen pont az volt a lényeg, hogy itt volt mindenki bicajja. Csak 10 percig marad, és addig se lehet. Úristen. Ki kell kötni. Nem, hogy a szemetelőkre szólna rá. Na mindegy. Na gyerekek, új infóm van itt a Deák térről. Biciklivel megállni tilos, konkrétan. Előbb a srác így lerakta a bicajt, már jött ide a Z-Security emberke, hogy nem lehet lerakni, nem lehet megállni, csak áthaladni lehet. Régen ugye az volt, hogy tele volt itt biciklisekkel az Erzsébet tér, pont ez volt benne a feeling, hogy jöttek, lerakták a biciklit, sörözgettek egyet. Aztán most már az se lehet. Úgyhogy egyre szarabb ez a hely, komolyan. Na, gyerekek, figyeljetek, nagyon durva. Most jött ide hozzánk a helyi security-s emberke, tök normálisan szólt, képzeljétek el, holnaptól az Erzsébet téren konkrétan, úgyhogy leülsz ide a fűbe, vagy a padra, vagy ilyesmi, nem ihatsz alkoholt. Kizárólag a vendéglátó helységekben, tehát vagy ott lent. Ott lent ihattok alkoholt, meg a Fröccsteraszon. De a padon és a fűben, meg itt kipaszottul elbaszták ezt a teret. Tehát régen ennek az volt a lényege, hogy leültek ide az emberek és alkoholt ittak, borozgattak, sörözgettek, meg mit tudom én. Holnaptól, remélem nem április 1-i tréfa, ezt nem lehet megcsinálni az Erzsébet téren, aminek ez volt a lényege. Úgyhogy innentől lehet hazamenni, akinek van 800 forintos sörre pénze, szépen bemehet az akváriumba, vagy mondjuk a Fröccsteraszra, de itt konkrétan már nem lehet alkoholt fogyasztani. Akik ide járnak, azok tudják meg, hogy ez a hely egy nagy rakás szar lett. Köszönjük szépen, hogy felújítottátok nekünk, felújítottátok arra, hogy leülhessünk, és nézhessünk ki a fejünkből, és egy kibaszott sört ne tudjunk meginni. Köszönjük szépen, rohadjon meg az összes faszopó politikus, meg legfőképp az a geci, aki ezt kitalálta. Felszólítok minden Erzsébet tér fant, mindenkit, aki szerette ezt a helyet, szerette ezt a teret, úgy, ahogy volt régen. Holnaptól, április 1-től csináljátok azt, hogyha szeretnétek itt inni, akkor amit hoztok magatokkal piát, azt szépen belerakjátok egy üdítős üvegbe, egy üdítős flakonba, és ennyi, innentől megoldva a probléma. De nehogy már elvegyék tőlünk az Erzsébet térnek ezt a feelingjét, hogy itt igenis leülhetsz és sörözgethetsz egyet és iszogathatsz. Úgyhogy hajrá, gyertek ki, igyatok nyugodtan, és a biztonsági őr nem fogja levágni, hogy abban üdítő van, vagy pedig alkohol. Én ezt fogom csinálni, az biztos. Én nem hagyom, hogy az Erzsébet teret elvegyék tőlünk. Császtok. Ja, várjatok. Bontok egy sört, mert ma még lehet, ugye? Egészségetekre. Ja. Ez meg leöntöm. Holnaptól már ugye nem, akkor nem flakomból iszom, nem dobozból, hanem üvegből, valami műanyag üvegből, de Na mindegy. Ennyi. Képzeljétek el, gondoltam, oda megyek az Erzsébet téren néhány emberkéhez, és megkérdezem, hogy mit szólnak ahhoz, hogy holnaptól nem lehet inni az Erzsébet téren. Oda mentem egy szimpatikus társasághoz, akik csak távolról voltak szimpatikusak. Oda megyek hozzájuk, nyilván megkérdezem, hogy akkor fel lehet-e őket venni, de először felvezettem, hogy mit szólnak ahhoz, hogy holnaptól nem lehet az Erzsébet téren inni. És beszólnak egy ilyet, hogy ők teljes mértékben ezzel egyet értenek, mert hogy eddig sem lehetett. Az a legdurvább, hogy ezzel semmi probléma nincsen, csak éppen pia volt a kezükben, úgyhogy egy ilyen képmutató kis nyomorékok voltak, úgyhogy ha nézitek, akkor ezt küldöm nektek, mert sörrel a kezünkben az Erzsébet téren nem mondjuk azt, hogy egyetértünk azzal, hogy az Erzsébet téren nem lehet inni. Nem veszik el tőlünk az Erzsébet teret, az Erzsébet tér a miénk, és igenis Magyarországhoz és Budapesthez tartozik az, hogy egy minimális fesztivál hangulatot viszünk Budapest közepébe az Erzsébet térre, a Deák térre, mert az a miénk. Ne szemeteljetek, a legundorítóbb dolog, hogyha piáltok és eldobjátok az üveget, meg a flakont, vagy bármit. Játsszuk ki a kiskapukat, ígyunk az Erzsébet téren, de kulturáltan. Szerintem ez a megoldás. Sziasztok!